Most következő témánk meglepően sok embert érint. Hazánkban közel 800 ezer ember érintett ebben a, hát nem is tudom pontosan, betegségben, vagy talán tünetben, de itt van velünk dr. Kocsis Éva szülésznő, gyógyász. Jó reggelt kívánok! Úgyhogy ez is volna az első kérdésem, hogy ez most tulajdonképpen önálló betegség, vagy tünet, az inkontinenciáról van szó. Igen, az inkontinencia az akaratlan vizeletvesztést jelenti tulajdonképpen. Inkább tünetegyüttesnek mondanám. Többféle oka lehet, hátterében többféle betegség, tehát önmagában nem is betegség, hanem egy tünet, tünetegyüttes, amit kivizsgálva nagyon sokszor egészen eltérő dolgokat találunk. Doktor, ez kiket érint leginkább? Van női és férfi inkontinencia, a nőknél gyakori, bizonyos életkorokban még inkább. Ugye az inkontinenciának sokféle formája van. A leggyakoribb 40%-os a stressz inkontinencia, ami azt jelenti, hogy tüsszentéskor, köhögéskor, torna közben vagy futás közben elcseppen a vizelet. Ez bizonyos életkorokban gyakoribb, ugyanis például szülés után sok fiatal nő tapasztal, hogy nehezebben tartja a vizeletet, vagy akár a várandóság végén elcseppen ilyen tüsszentéskor, haspréskor a vizelet. Ezek múló dolgok, természetesen maradéktalanul helyre jönnek, viszont a változókorban kialakuló inkontinencia már lehet, hogy egy kicsit távolabbi, továbbtartó dolog lesz. Többféle fajtája van, ugye ez volt a stressz inkontinencia. A másik fajtája az úgynevezett késztetéses inkontinencia, amikor nem a hasűri nyomás fokozódásakor, hanem egyszerűen a vizelet ürítési inger jelentkezik hirtelen, és a betegnek, a páciensnek már nem is jut ideje, hogy elérjen a mosdóig. Ennek is sokféle oka van. Van túlfolyásos inkontinencia, amikor bizonyos jó vagy rossz indulatú daganatok nyomják a hólyagot, a hasüregben elhelyezkedve okoznak vizeletelfolyást, illetve vannak idegi eredetű, a Parkinson korba gerincfelői sérülés és egyéb okok miatt vizeletvesztések. És vannak természetesen kevert formák, amikor a többféle típus együtt fordul elő. Mi az a pont, amikor az ember rögtön forduljon orvoshoz? Ez, mert ugye azt mondta, hogy mondjuk szülés után vagy várandóság idején ezek maradéktalanul helyre jönnek. De amint tapasztaljuk, azért forduljunk orvoshoz? Azért ez nem természetes velejárója akár a terhességnek? Nem természetes. Tehát én azt tanácsolom egyrészt a várandósoknak, hogy már a várandóság alatt el lehet kezdeni az úgynevezett intim tornát, a Kegel gyakorlatokat. Ezzel megelőzik a szülés után kialakuló vizeletvesztést, illetve ha ez fennáll szülés után is, keresse meg a kezelő orvosát, aki kivizsgálja és elmondja, hogy milyen gyakorlatokat kell ahhoz végezni, hogy ez a panasz hamar megszűnjön. Akkor, bocsáss meg, adott esetben az intim torna, az megelőzésként is szolgálhat, akkor ilyen ez esetben nem? Például a változókorra felkészülve, vagy akár a férfiaknak? Pontosan, hát én a várandósoknak tanácsolom is, meg a fiatal nőknek is, kezdjék el, tanulják meg, és életük végéig csinálják, mert akkor nem lesz ilyen problémájuk. Szerintem nagyon sok mindenki ezzel a problémával nem mer orvoshoz fordulni, illetve nem mer róla beszélni. És nagyon-nagyon fontos, hogy ez e felett se hunyunk szemet, hanem hogy mindenképpen forduljunk orvoshoz, hogyha ez egy idő után is még fennáll. Ez így van, igen. Mi a kivizsgálásnak a menete? A kivizsgálást ugye először is meg szoktuk nézni a vizeletet, egy vérképet, van egy gyulladás, bakteriális fertőzés okozza, utána ultrahangvizsgálattal nézzük, hogy nincs-e a háttérben valamilyen daganatos elvált, mióma például, vagy bármi egyéb, ami a hólyagot nyomhatja, és ezután kerül urológus szakorvoshoz a páciens, aki úgynevezett urodinámiás vizsgálatot, stressztesztet végez, és ezzel el, vagy szükség szerint cisztoszkópiát, ez hólyagtükrözést, ezzel el lehet dönteni, hogy a inkontinenciának melyik fajtája áll fönn. Ettől függ ugye később a kezelés formája is. Köszönjük szépen. Nagyon köszönjük.